Sziasztok, Laci vagyok. Biztosan ti is jártatok már úgy, hogy kicsúszott a telefonatok a kezetekből és vízben landolt, vagy elkapott egy nagy felhőszakadás és beázott a készülék. Ebben a videóban azt fogjuk megbeszélni, hogy mit tehettek ebben az esetben. A legfontosabb az, hogy amennyiben a telefonunk vízbe esett, azonnal vegyük ki, kapcsoljuk ki, illetve ha lehetséges, akkor szedjük is szét a telefont, amennyire lehet. Ez nagyon fontos, hogy türelmesek legyünk, tehát semmiféleképpen se próbálnánk bekapcsolni a telefont 1-2 óra múlva, vagy körülbelül 2-3 napot száradni, szétszedve. Esetleg vannak különböző praktikák, például rakd grízsbe, és ez megköti a nedvességet, és 2-3 nap elteltével megpróbálhatod bekapcsolni. Ez egy működő dolog, tehát például nem tudom, figyelted el, hogyha elmész egy étterembe, sokszor a sószóróban is van is. Ez ugyanezért van, megköti a nedvességet, és ugye nem áll össze a só. Lényegében a telefonnál is ugyanezt csinálja, hogy a telefon teljesen el kell fedni a rizsnek, és akkor a kipárolgó vizet azonnal megköti a rizs, és így segít gyorsabban kiszeríteni a telefont. Benzott is korrodálhat az alkatrészek, akkor esetleg izopropil alkohollal lehet még megtisztítani, de hogyha ebben nem vagyunk annyira jártasak, akkor javaslom azt, hogy egy szervizt keresel. Még esetleg, amit szoktak javasolni, az az, hogy hajszárítóval is ki tudod szárítani alacsony a fokozaton, tehát azért arra vigyázni kell, hogy a hőmérséklet az ne legyen túl nagy, mert ugye a kijelző például sérülhet. Igazából erre a tokról azt tudom mondani, hogy ugye ezt nem tudod mindig a telefonon hagyni, mivel ugye ez lényegében egy ilyen zacskószerű tok. Célszerű megnézni, hogy milyen szabványnak felel meg az adott készülék, és vannak olyan szabványok, amik akár mélyebb merüléseket is kibírnak, de azért hosszú távon nem, és a legtöbb gyártó erre garanciát sem szokott vállalni. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornánkra, az észrevételiteket és kérdéseiteket várjuk a komment szekcióban, és igyekszünk minél hamarabb megválaszolni őket. Sziasztok!